A HÉV járművezetők az esetlegesen előforduló műszaki meghibásodások alkalmával hiba elhárítási feladatokat is ellátnak. Ilyenkor tapasztalhatjuk azt, hogy a járművezető elhagyja a vezetőállást, és sietve elindul a hibát megkeresni és elhárítani. A HÉV életében hagyományosan évente megrendezésre kerülő forgalombiztonsági vetélkedő döntőjén vagyunk, ahol a járművezető több más mellett a mindennapokban előforduló hibaelhárítási feladatot is kapnak. A döntőbe a selejtezőket követően lehet jutni. Mind a forgalmi szolgáltatói, mind a járművezetői kategóriában elméleti és gyakorlati feladatokat kell megoldani. Az elméleti feladat mindkét kategóriában egy, a forgalmi szabályokat felméri teszt sor megoldása időre. A forgalmi szolgáltatóknél a gyakorlati rész egy forgalmi körülmény szimulálása a terepen, amely lehet valamilyen vonatforgalommal vagy tolatással kapcsolatos feladat, amelyet meg kell oldani, a benne elrejtett hibákat fel kell fedezni és ki kell javítani meghatározott idő alatt. A járművezetők gyakorlati feladata két részből áll. Az egyik a műszaki szaktudást helyezi előtérbe, mert a járművön valamilyen hibát kell elhárítani előírt idő alatt, a másik feladat vezetéstechnikai gyakorlat, amelyben valamilyen szerelvény mozgást kell megoldani a lehető legpontosabban az előírt távolságokon belül. Ez a vetélkedő egy játék, de mint minden játék, egyben gyakorlás és tréning. A versengés felkészülést igényel, ami nem csak a vetélkedőben résztvevőket mozgatja meg, hanem azokat is, akik nem vesznek részt benne, hiszen a selejtezők és a döntő során felmerült feladatokat a későbbiekben a többiek is átbeszélik, gondolkodnak és vitatkoznak róla. A mindennapok munkavégzése során a menetrendszerű és biztonságos közlekedés érdekében az itt megszerzett tapasztalatok a forgalom lebonyolításában résztvevők segítségére válhatnak a szolgálatvégzés során.